Olyan szakmában elhivatottnak lehetni, mely az emberek egészségét, lelki békéjét, vagy adott esetben szórakozását, pihenését, feltöltődését, vagy tanulását szolgálja, elhivatottság kérdése is. Kevesen vállalkoznak arra, hogy életüket, munkásságukat erre a nyugodtan mondhatjuk hivatásra tegyék föl. Egy kis közösség, legyen az egy település vagy egy civil szervezet életét, munkáját segíteni, számukra szolgáltatásokat nyújtani sokszor emberpróbáló feladat. Még akkor is, ha ez látszólag csupán a szórakozásuk feltételeinek biztosításáról szól. Fiatalon megtalálni azt a nyugodtan mondhatjuk hivatást pedig, amiben az ember kiteljesedhet, ajándék a sorstól, de egyben teher is. Fóti Alexnak megadatott, hogy ifján rátalálhasson arra, amit keresett. Hát a családban nem volt ilyen előzmény, úgyhogy ez igazából teljesen én vagyok az első így, aki a felmenők után közművelődéssel vagy emberekkel foglalkozik, ugyanis mindenki több részt mávos volt nálunk a felmenők nagy része, úgyhogy ez ilyen nagy váltás volt így családon belül, hogy én így kilógok a sorból, és nem követem a férfi tagok munkáját, hanem a közművelődésbe jöttem. A Nemzeti Művelődési Intézet által indított projektnek a tagja lenni, azáltal kerültem ide. Én éltem a lehetőséggel, és nekem meg is tetszett időközben ez a munkakör. Szeretek emberekkel foglalkozni, érdekel a kultúra is. Nem állt messze tőle az sosem, hogy saját környezetének szórakozását megszervezze. Így testhez álló volt a kihívás, hogy megpróbálja mindezt nagyobb méretekben is. Azt fogott meg, hogy sok emberrel találkozhatok, sok mindenkivel beszélgethetek, megismerhetek új embereket. Például a bornapokon nagyon tetszett, hogy a fellépőkkel is tudtam találkozni, beszélgetni, akár Szabó Ádámmal vagy Csepregi Évával, nekem ez egy tök jó élmény volt. És hát szeretnék ugyanígy erős kapcsolatokat létrehozni, hogyha én közművelődésben tudok maradni. És igazából ez volt az, ami engem nagyon megragadott. Nehéz dolog, hogy sok problémás, idézőjelben problémás, hát nehéz esetekkel lehet találkozni, ugyanis vannak, akik nagyon körülményes árusok például egy rendezvényen, vagy nagyon nehéz néha megfelelni a fellépők elvárásaival, mert hát van, akinek ugye akár az étkezésnél, akár parkolásnál olyan kritériumaik vannak, amiktől így az ember a haját tépi, de hát sajnos muszáj megcsinálni, hát ez vele jár, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez így elég húzós benne. A közművelődésben dolgozók naponta találkoznak olyan reakciókkal, melyek negatívan állítják be a munkájukat. Persze kritizálni, negatív véleményt megfogalmazni, esetleg bántóan fogalmazni egy dologról, aminek nem ismerjük a hátterét, a legkönnyebb. És sajnos ezek a reakciók ma mindennaposak. De aki bevállalja, hogy emberekkel akar foglalkozni, annak ezeket a helyzeteket is tudni kell kezelni. Sokan hát harapósan gondolnak ránk, de hát ez sajnos nem úgy működik, hogy mi itt eldöntjük, hogy akkor hát most jobb lábbal keltem fel, ma nem kell védettségi, ma mindenki jöhet, ez kormányrendeletek alapján kell nekünk eldönteni, de úgy gondolom, hogy a közművelődési szakemberek nélkül az emberek nem tudnának fesztiválokra, rendezvényekre járni, úgyhogy szerintem egy elég fontos munkakör és elég fontos emberek dolgoznak ebben a munkakörben. Alex fiatalkor ellenére úgy érzi, minden nehézséggel együtt megtalálta azt, amit keresett. Viccesen úgy fogalmazott, megcsípett valami.